tegye tönkre, és tegye Juan Miguel San Románt örökre rács mögé. Nézd csak! A könyvtárban voltam, és hoztam egy könyvet, ami még anyámé volt. Ez egy klasszikus, romantikus regény, ami tetszeni fog neked. Á, és az újságokkal mi lett? Mikaela és Lala azt hitték, hogy elolvastam, és eltüntették. Á, nem baj. De ez a könyv biztosan tetszeni fog neked. A történet egyszerű, de kicsit szomorú. Á, akkor lehet, hogy olyan, mint az én történetem. Á, nem, mert nekem itt van a kisfiam. És most nagyon boldog vagyok. De most el tudnék olvasni egy olyan szomorú könyvet is, amit filmen láttam, a Maria Isabellát, ez volt a címe. Azt hiszem, hogy ez a könyv nem olyan szomorú. Nem, én sem hiszem. Ráadásul most olyan boldog vagyok, hogy egy könyv sem tudna megríkatni. Lilium, mondd csak, gondolkodtál már rajta, hogy fogod hívni a fiadat? Szóval ugyanaz nap volt? És a tesztet ugyanakkor csinálták? Értem. Még valami, amikor San Román asszony rosszul lett, hol volt? Volt vele valaki? Szeretném részletesen tudni, hogy történt. Van valami újság? Semmi. Az előbb volt itt az egyik nyomozó, és mondta, hogy Juan Miguel ragaszkodik hozzá, hogy ő tette. Tagadja, hogy bármit is tudna a francia nőről. És ha mégis igaz, hogy Juan Miguel a gyilkos? Nem, Patricio, nem ő az! Ön is látta, hogy amint szabadon engedték, azonnal rohant a lakására. Miért nem jelenik meg? Miért nincs sehol? Beszéljen vele. Adjon neki tanácsot. A francia nő ölte meg Vivianát. Féltékenységből ölte meg, ő ezért fedezi, biztos vagyok benne. Nagyon elhallgattál. Ez azt jelenti, hogy még nem tudod, hogy fogod hívni a fiadat? Nem mondhatom meg neki, hogy szeretném, ha Juan Miguelnek hívnák. Á, nem, figyeljen, még nem tudom pontosan, hogy mi lesz a neve. Szerintem itt az ideje, hogy válasz. Nem is tudom. Néha arra gondolok, hogy mivel olyan hálás vagyok magának, akár Omárnak is hívhatnánk. Úgy, mint magát. Nem. Ez nagy lelkű ajánlat részedről, de nem tartom helyesnek, ha ezért adod neki ezt a nevet. Készítek neked egy listát, vagy te is összeállíthatsz egyet abból, ami neked tetszik. És abból majd választasz. Jó, jól van, akkor készítek egy listát. Jól gondold meg. És ha kész vagy vele, csak szólj. Itt a könyv. Köszönöm. Köszi. Látod, micsoda könyvecske? Most majd műveltek leszünk. Jaj, Lala! Megfürdettem. De nem mondott neki semmit az újságról, ugye? Á, hogy gondolja? Hát persze, hogy nem. Érzem, hogy egyszer úgy is megtudja. Akkor biztosan, ha elmennek innen. Vagy itt maradnak? Úgy érti, hogy örökre? Az is lehet, én örülnék neki. Omar annyira megváltozott. Emlékszik még, milyen volt, amikor megérkeztek? Igen. Ahhoz képest, hogy milyen volt akkor. Olyan, mintha az egész embert kicserélték volna. Szerintem csinosabb is lett. És mindent érte csinál. Igen. Igen, én is észrevettem. Mostanában sokkal csinosabb, mint ifjú korában, amikor még nem történtek meg vele azok a csúnya dolgok. Jaj, szerintem Omárnak sikerült kiszedni a tüskét a szívéből, és begyógyultak a sebei. És lehet, hogy Omar beleszeretett az én kislányomba? Szerintem igen. De gondolom, ő Omárba nem. Pedig jó lenne. De tudom, hogy Maricsújnak még nem sikerült kiszedni azt a tüskét. Nagyon mélyen a szívében van. Az ő sebe még mindig vérzik. És szereti az apját ennek a kis angyalnak. Biztos vagyok benne, hogyha megtudja, hogy mi történt ezzel a Juan Miguellel, vagyis a volt férjével, akkor nem csak megszakad majd a szíve, hanem azonnal rohanni is fog, hogy segítsen neki. Jaj, ne! Thank you.
A karjaimban vagy, és mindig ott is maradsz. Soha nem foglak elengedni. Édesem, nem akarlak elveszíteni. Szeretném, ha összeházasodnánk, hogy senki ne vehessen el tőlem. Még te magad sem. Istenem, Juan Miguel. Minden a visszájára fordult. Ha a dolgok megváltoznának, és velünk lehetnél, ha itt lehetnél ennek a picinek a közelében, és egy nap hirtelen úgy szólítana, hogy apa, a fiad, a mi fiunk, Juan Miguel. És az ügyvéd, akit kértem? Még nem sikerült elérnem. De sikerülni fog? Nézze, Juan Miguel, hogy őszinte legyek, beszéltem a legjobb ügyvéddel, hogy vállalja el az ügyét. De mivel az újságok ma részletesen közölték az ügyet, így... Aha, már értem. Nem akarja elveszíteni a jó hírét, csak mert egy olyan gyilkost véd, mint én. Juan Miguel, nem te ölted meg Vivianát! Mondd meg nekik végre! De miért foglalkozol ezzel, Estefania? Mert korábban csak gyanakodtam, de most már biztos vagyok benne. Te mondtál nekik olyanokat, amiket nem kellett volna? Csak azt, amit tudok. Mit tudhatsz te, Estefania? Tudom, ki követte el a bűntényt. Tudom, hogy a francia barátnő. Ne vádold bizonyíték nélkül. Van rá bizonyítékom. Hagyd abba ezt, Estefania! Juan Miguel, ha Estefania igazat beszél, akkor jobb, ha mindent elmond. Nem mondhatok semmit, Velarde úr. Én csak egy ügyvédet szeretnék. Majd, ha a dolgok elkezdenek bonyolódni, meglátod, hogy nem fedezheted sokáig azt a nőt. És erre nem kell sokat várni. Ne! Onelia, el kellene indulnunk. Tudom, hagyd még. Bocsásson meg, ugye maga Balbina asszony? Igen, uram. Maga is dr. San Román személyzetének a tagja? Igen, így van. Megtenné, hogy velem jön? Menjek magával, hová? Rendőrség. Jöjjön velem, legyen szíves. Megvan a házkutatási parancs? Rendben. Akkor intézkedjenek, és próbálják diszkréten kezelni az ügyet, hogy a kis madár ne repüljön ki a kalitkából. Rendben, nehogy megszökjön. És bármi történik, azonnal hívjanak. Nem sikerült megtalálni? Dolgozunk az ügyön, Velarde úr, dolgozunk rajta. Nézd csak, úgy tűnik találtam valami érdekeset. Ez egy nő fényképe, lehet, hogy ő az, nem? Megjöttem a szertartásról, Nelson. A temetésre már nem megyek. Ezt nem hiszem el, Nelson! Ezt nem hiszem el! Beszéljen a francia nőről. Tudja, hogy ismerte meg a doktor? Mindketten itt voltak a bárban. Itt ismerkedtek meg. És hová valósi a hölgy? Nem tudom. Sosem beszélt az életéről? Nem. Mindig kerülte a témát. Minden este itt volt? Néha igen. Máskor eltűnt egy időre, majd hirtelen visszatért. Előfordult, hogy dr. San Román felesége és ez a nő találkoztak itt a bárban? Igen. Egyszer találkoztak. És volt több fénykép is? Csak ez az egy. Hol találta? Az előszobában egy doboz aljára volt rejtve. Ott találtam. Asszonyom!